Az Impostor című darabot már tavaly elkezdtük próbálni, majdnem, de nem. Sajnos a Covid közbeszólt. Bagó Berci a darab rendezője, vagy hozzá már volt szerencsém, már dolgoztunk együtt egy darabban, és a férjemnek osztálytársa volt, úgyhogy elég sok sztorit hallottam róla, és jó, hogy már dolgoztunk együtt, úgyhogy én őt ismerem, és nagyon szeretem az ő munkáit, és nagyon jó vele dolgozni, úgyhogy vártam, hogy eljöjjön ez az év, és reméljük, hogy nem esünk bele a Covid-ba újra, ezt be tudjuk mutatni, ezt a darabot. De örülök mindenkinek, Kaszás Gézának is, aki szintén, ők osztálytársak voltak a Bercivel és az én férjemmel, úgyhogy róla is nagyon sok történetet tudok. És hát aki nekem nagyon nagy öröm, a tanár úr, Benedek tanár úr, akivel még főiskolás koromban a Mezitláb a parkban játszhattam először, Krisztus előtt 6-ban, nagyon régen, még tényleg a főiskolás évén alatt 98 talán, és most 2021-ben újra együtt játszhatunk, és ez nekem egy nagyon nagy élmény lesz, és már az, hogy egyáltalán látom, és mellette létezhetek, és figyelhetem őt majd, hiszen a szerep is pont erről szól, hogy ámulva nézi egy társulat ezt az embert, és azt gondolom, ezt nem is kell eljátszani, mert ez így van. És az én szerepem ebben egy nehezen megfogható szerep, de igazából egy csillag, ő a sztár színésznő, de hát azért ez nem olyan egyszerű, azért meg kell keresni azért a lélektanát is, hogy valaki egy sztár színésznő, benne mi lakik belül, mert valószínűleg benne is van egyfajta szomorúság, és megkérem, egy gyönyörű mondat, és szerintem erre kell építeni a szerepemet, ami így kiderül, de hát még nagyon messze a cél, hogy azt kéri a Bugoszlavszkitól, tehát a Benedek Micu karakterétől, hogy ezt mondja neki, mester, én estére bepakolok, elhozom az utazótáskámat, én elmegyek magával. Bugoszlavszki erre, velem hova? Erre Kaminska, ez az én szerepem, Varsóba, mindegy, lehet, hogy csak egy hétig tart, vagy két napig, de nem érdekes. Ne értsen félre, nem akarok én főszerepet Varsóban, semmilyen szerepet nem akarok. Egy emberrel akarok élni néhány napig, legalább egyszer az életben. Tehát a csillogás mögött azért van némi szomorúság. Nagyon várom, mert ilyen típusú darabot még nem játszottam, hogy szinte végig bent kell lenni, és egy társulat életét mutatjuk be az 1800-as években. Úgyhogy visszarepülünk a korban, amikor minden félrecsúszott szónak súlya volt, és sajnos elvitték az embereket akkor, hogyha esetleg valaki följelentett valakit. Majd visszahozták, vagy nem hozták. Ebben a korban játszódik ez a darab, és egy társulat próbálja a Tártűfőt, és bemutató lesz este, és ebbe érkezik be a Benedek Micu figurája, és egy kicsit mindenkit átreformál, és a végére egy nagy forradalom kerekedik, és mindenki egy kicsit kitör, és talán megtalálja azt, amit igazán szeretne. Nagyon várom a próbákat, most kezdjük el, és remélem, hogy nagyon sokat tanulok ebből is. Szóval forradalomra fel! Hát ennyi. Jó, összefoglaltam, ugye?